Köszöntöm a kedves nézőket, stúdiónk vendége a Ketosz főtitkára, Krivik Viktor úr. Köszönöm szépen, főtitkár úr, hogy elfogadtad meghívásunkat. Volt a közelmúltban Békésben ugyebár egy Ketosz közgyűlés, a Kerékpáros Települések Országos Szövetségének közgyűlése, hogy az ifjabbak okulására, mert csak a rövid nevét említsem. Erről hallhatunk tőled néhány gondolatot, és a mobilitási hét, Európai Mobilitási Hét 2019 várható fejleményéről nagyon-nagyon egy rövid beharangozást, és át is adtam a szót. Köszönöm szépen főszerkesztő úrnak a meghívást, és köszöntöm én is a szóban forgó nézőit. Nagyon röviden fogok beszámolni, hiszen egy hosszabb adásra majd eljövünk a szervező társaimmal. Sőt, többször is. Többször is, igen, a mobilitás héttel kapcsolatban. A Kerékpáros Barát Települések Országos Szövetségének közgyűléséről, meg magáról a szervezetről nagyon röviden pár szóban. 2011-ben alakult ez a szervezet. Azok a települések voltak az alapító tagjai, többek között Szarvas is, akik ezt a Kerékpáros Barát Település címet elnyerték. Most jelen pillanatban már 29 tagja van országos szinten, Tatától. Igen, szépen fokozatosan. Én 2018 májusában lettem megválasztva erre a főtitkári tisztségre, így az előző évről már nekem kell egy beszámolót tartanom a döntésekről, a tervekről, milyen, hogy hajtottuk végre, igen, miket terveztünk erre az évre. Tavaly először tudtunk támogatni, ennek nagyon örülök, rászoruló diákokat, tanulókat, akik a vándortáborokban jelentkeztek itt. Előző évben tagtelepülésenként két diákot támogattunk, akkor a díjnak a felét tudtuk elni. Most igaz, hogy egy rászoruló diák minden tagtelepülésről, de kicsit ugye nőtt az összeg, viszont nőtt a keretösszeg is. Erről ez volt az egyik legfontosabb döntésünk, és már most kapom is a visszajelzéseket, hogy egész szépen jelentkeznek a diákok. Igen. Tavaly kaptunk egy köszönő levelet, nagyon örült az a illető hölgy, aki így életében először eljutott egy táborba. Nagyszerű. Másik nagyon fontos döntés volt, egy Körösök Völgye úttörő szolgálat, ezt vezettük mi be Békés megyébe, több település Békés Csabához, Szarvason is. Úgy néz ki, hogy beválik, egy kicsit át kell alakítani, mert igazából ez az úttörő szolgálat arról szól, hogy vannak önkéntesek, akik egy útvonalon járnak, azon az útvonalon, ha bármilyen hiba van, jelzik eddig egy koordinátor felé. Most ugye azt találtuk ki, hogy az lenne a legjobb, ha rögtön az önkormányzatnál egy segítő felé, és akkor ezek a problémák hamarabb megoldódnak, kevesebb vitával. Ettől az évtől újra lesz Kerékpáros Barát Település és munkahely pályázat. Ennek a pályázatnak a szerkesztésében, megvalósításában vettünk részt a Ketosznál egy kolléganőmmel, Földesi Boglárka, ő Békésen dolgozik hasonló pozícióban, mint én. Egy kicsit átalakítottuk ezt a pályázatot, könnyítettünk a munkahelyeknek is, a településeknek is, ugye nem volt teljesen jól ez az megoldva ez az osztályba sorolás, ugye kisebb települések nyilván nincsenek olyan lehetőségeik, mint egy nagyobb településnek. Tehát ezt próbáltuk úgy megszerkeszteni, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. Tisztségviselő választás is volt, ugye lejárt a vezetőség, az elnökségnek lejárt a mandátuma. A tisztőításon ismét Izsó Gábort választották meg Békés polgármesterét elnöknek, elnökségi tagoknak, mint ahogy korábban is, Babák Mihály, Horváthi Lóránt, Siklós István, és egy új tag Komáromból, ő Gregor Zoltán úr lett, és a felügyelőbizottság tagjának ismét Földesi Boglárkát választotta a szövetség. Ezen a ülésen egyébként Hodálik Pál alpolgármester úrral vettünk részt. Igen. Mondom, ennek nagyon komoly előkészítő munkája volt, ezért csak néhány dologba kaptam bele, de
maga a Ketosz készít, kerékpáros, ugye előkészíti a vándortáborokat, civil szakmai véleményeket készít. Támogatunk kerékpáros barát szolgáltatókat, amiről megint egy külön műsorban, meg egy külön hírelést fogok. Tehát lesz majd olyan, hogy kerékpáros barát szolgáltató, mondom, erről későbbiekben fogok és beszélni. És most egy picit áttérek a mobilitási hétre. Rendben. Ebben az évben is lesz mobilitási hét. Ennek mindig hagyományosan időpontja? Igen, ez minden évben szeptember 16 és 22 között kell, hogy legyen, és amit ugye megígértem előző év végén a beszámolóban, hogy a kötelező programok, amiket ugye minden évben megcsináltunk, és nagyon sikeresek, azokat idén is biztosan bele fogjuk tenni, tehát lesz bringás véradás. Ugye itt kerékpárt lehetett minden évben nyerni, polgármester úr felajánlott egy kerékpárt, amit a véradó donorok között sorsoltunk. Lesz ugyanúgy bringás reggeli, ami tavaly óta tartozás, és lesz ugye szemétszedés is, hulladékgyűjtési akció, ez viszont előző évben ígéretet tettünk, hogy ezt az akciónkat most a Körösök mentén, a Körös Part tisztaságáért tesszük. Itt, mint minden évben, örökös házigazdájának a rendezvénynek Gombár Györgyné és a Nacse. Ezt továbbra is ő fogja vezetni, és mondom, itt a helyszínt, ahogy tavaly megígértük, akkor így fogjuk változtatni a Körös Partnál. Igen. Tervek szerint, ez is már évek óta tervünk, hogy a kajakkenu klub területén, telephelyén egy nyílt napot szervezünk, ez úgy néz ki, hogy most idén össze fog jönni. Ha az idő is engedi, akkor a FitLife Team csapatával egy hasonlót, mint az előző években, egy ilyen edzést, bemutatót, ügyességi versenyt is szervezünk. Ugye bringás reggelit már említettem. 21-ére egy keresztnapot tervezünk. Igen, remélyük, ez is mindig hozzátartozik. Igen, és ezt is kérik, szeretik is. Van, hogy gyerekeknek tartottunk, volt, hogy csak időseknek. Reméljük, hogy ez is idő is engedés. Tudunk egy kis szabadtéri programot csinálni. Ugye van a városnak egy nagyon jó kis mobil keresztpályája, amit... Igen, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek. Igen, ez most... De most a városi gyereknapon, igen, a városi gyereknapon is felállításra kerül. És, igen. És ami különlegesség ebben a mobilitási étben, ilyen még nem volt Szarvason, ezt is évek óta kérik tőlünk, most találtunk olyan partnereket, hogy belemerünk vágni. Szeptember 22-én az autómentes napon egy futófesztivált szervezünk, Körös körül a Körös körül címmel, nagyon szép területen, nagyon tényleg különleges lesz ez, nagyjából elmondom, az útvonalat a főtéren indulna, Betlen Gábor utca, a Budai Nagy Antal, Pántlik, a Petőfi, Erzsébet liget, ugye Rudicskai Alkotóház mellett, vagy érintésével, Halászcsárda mellett, van ez az alagutas rész. Ja, igen, azt nagyon szeretik, mert egy kicsit kalandos, romantikus. Igen, Arborétum sétány. Mezőtúri út és az Arborétumban lenne a frissítő, egy frissítőpont, egy fordulópont, ezt több szarvasi futó kérte egyébként, hogy legyen, igen, Szarvason, igen. És most azok, akik ezt kérték, már januárban úgy jöttek hozzám, hogy ők nagyon szívesen segítenek, hogyha ezt a rendezvényt meg tudjuk tenni. Miután országos híre lett ennek, mert az országos futónaptárban benne van, és még vannak hát is olyan... Tökéletes hátszalat ad neki. Igen. És olyan ötleteink is, amivel még jobban tudjuk hírelni, hirdetni, ezért a szervezőtársam Rohonyi Urbancsó Zsuzsanna és én el fogunk jönni egy külön beszélgetésre. Azt már is megköszönjük. Talán annyit mondjunk el főtitkár úr a nézők tájékoztatására, nem akadémiai mélységben, hogy csak azért, hogy érzékeltessük, hogy mennyire népszerűsödik ez a mobilitási hét. A kezdetektől nagyon nagyot ugorva, mondjuk a tavalyi esztendőig, úgy a trend olyannyira megváltozott, hogy nem tudom milyen arányban, 50-szer, 100-szor, 200-szorosan többen vesznek részt benne. Minden évben egyre több. Tudni kell, hogy minden év végén, rendezvény végén kell készítenünk egy beszámolót a minisztériumnak, főleg, hogyha pályázunk is, akkor ugye még szigorúbban
És hát ahogy nézem a jelenléti híveket, regisztrációs híveket, minden évben egyre több és több, és egyre több település, és itt hát például helyben egyre többen. Igen, igen. És igen. Már most, nem emlékszem pontosan, de nekem úgy rémlik, hogy 269 magyar település csatlakozott. Nagyon jó. Itt nálunk meg tényleg többszöröse a... Tehát volt olyan rendezvény, ahol tényleg nem fértünk fel egymást. És azért örülök, hogy a környező települések is, hiszen rengeteg diák, rengeteg bedolgozó, ide bejáró felnőtt folyik bele szó szerint nap mint nap a városunk életébe, és hát ezzel is ugye vigyázunk egymásra, törődünk a másik közlekedésé. És viszi a hírét a jó. Hát arról nem is beszélve. Egyébként tavaly évben is, tavaly előtt is már egy másik település kerékpáros csapata jött át a mi rendezvényünkre, mert éppen nálunk pont ilyenekre gondoltam az, igen. Tehát ez nagyon-nagyon... Csatlakoztak a mi programunkhoz. Mi is csináltunk ilyet, mikor csatlakoztunk egy másik. Igen, melyik település jött hozzá? Most Öcsödi kerékpáros. Öcsödiek. Ők nagyon aktívak, úgy sejtettem valahol, hogy ők lehettek, mert belátható időn belül meg nem mondom az esemény dátumát, hogy a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete pont az Öcsödiekkel készül valami között dzsemborira. Igen, nagyon jó a kapcsolat velük. Ezt a túrát is az előző évben, ugye több olyan nap van, aminek van egy házigazdája, Gombár Györgyné és a Nacse a hulladékgyűjtés nap és a kerékpártúra. Igen, szokott igen, lenni a házigazdája. Most ebben az évben még a kerékpártúráról azért nem beszélek, mert még teljesen még nem állt össze a program, lehet, hogy fogunk azt is csinálni. Ugye minden napra nagyjából már megvannak a jelentkezők, ezt valamikor évvégén megpróbáltuk leegyeztetni, hogy ugye tudjunk újra pályázni kisebb ajándékokra, kerékpárra, bármire. Természetesen, hiszen ajándékok nélkül nem megy egy ilyen mobilitási. Hát nagyon jó esik. Nagyon, hát hogy nem nagyon szeretik, és ténylegesen, tehát nem fölösleges, nem csupa-csupa hasznos, amit szoktak nyerni, kicsik és nagyok, nem beszélve a főjutalmakról, ugye a bringáról. Igen, igen. Most a sorsolást is úgy tervezem, még nem sikerült mindenkivel egyeztetni, de ugye pénteki napon, 20-án, piaci napon mindig van egy bringás reggeli. Igen. És én most... És ugye itt a reggeli alatt van egy ébresztő kívánságműsor, kis zenés blokk, ami Závoda Ferenc térségi tanácsnok és a Rádió Szarvas tulajdonosa Danko Ervin szokott vezetni. Most az a terv, hogy például a sorsolást, a előző napi véradás sorsolását is ott élőbe a főtéren. Nagyon jó. Meg egyébként más ilyen. Igen. Sőt, vannak ilyen meglepetések, az is terv, hogy a futógálánál a pihenőhelyeken szarvasi zenészek, például Arborétumban, például a Vízi Színháznál, például Ruzicskainál. Ez is megvalósítható. Reméljük, hogy sikerül mindent úgy szervezni, úgy rendezni, hogy mindenkinek meglegyen. Igen. Akkor maradjunk abban, hogy köszönjük szépen az előzetes tájékoztatást, és Főtitkár úr, visszavárunk téged Orbán Csak Zsuzsannak kíséretében, és majd elmondjátok a fejleményeket, amikor itt lesz az ideje. A Ketrosz vonatkozásában pedig azt kívánhatjuk, hogy ténylegesen, mert ha jól mondom, ugye ez egy nagyon-nagyon hasznos szakmai és érdekvédelmi szervezet önmagában a Ketrosz. Tehát azért mindannyiunk közös érdeke, hogy egyre több település tudjon hozzá csatlakozni. Erősítse a tábort, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézők, önöknek meg megtisztelő figyelmüket, köszönjük alázattal, minden jót a legközelebbi viszontlátásig. Stúdiónk vendége dr. Mellis János címzetes főjegyzőnk, ebből kitalálhatják a kedves nézők, hogy zárt ülésről szoktam túlnyomó részt, főjegyző úr, köszöntöm, és akkor bele is pendítünk. A legutóbbi testületi ülés, amely rendhagyó módon Zsófia napja május 15-én, de nem ez volt a rendhagyó, hanem az, hogy szerdán került sor. Igen, és üdvözlöm szerkesztő úr, és üdvözlöm a televízió nézőit is, és hogy még tovább menjünk a rendbontásban, nem délután 14 órakor, nem reggel 9 órakor kezdődött. Igen, de körülbelül rendbontás nélkül lement. Lement, de körülbelül a befejezés az nagyjából pont úgy nézett ki, mint hogy a délután 2 órakor hát kezdtük volna. Hát rengeteg volt a megtárgyalandó napirend, 11 fő napirendért szerintem
évente, csak májusban szoktunk látni. És mind... volt egy óriási újdonság, ugye az új rendszer. Igen. Nyomogattuk a gombokat, van azért még a hangminőség, amit javítani, ezt szerintem a nézők is észlelték. Zártülése nem olyan nagyon sok minden maradt már, de az aztán nagyon velős volt, és én erről szeretnék néhány gondolatot elmondani. Rögtön elsőként a Szarvasi Általános Informatikai Kft. Tavalyi mérlegének és idei üzleti tervének elfogadásáról döntött a képviselőtestület, egyébként jelzem egyhangulag. Az ülése május 24-én 13 órakor fog sor kerülni, a képviselőtestület engem bízott meg azzal, hogy részt vegyek a Kft.-nek a taggyűlésén. Elfogadtuk a mérleget, és elfogadtuk a 2019. évi üzleti tervet is, illetve fogadta el a képviselőtestület, mert nekem egy dolgom volt benne, hogy előkészítsem a fejedelmi többest, azt kérdezést nem szavazok ezeknél a kérdéseknél. Második zártülésen nagyon sokak életét, jövőjét pozitív irányban megváltoztató döntést hozott a képviselőtestület. Tudják, van ez a Szarvas Hazavár Esélyteremtő Program Fiataloknak című projekt. Ebben 18 lakás lett felújítva, bebútorozva, informatikai eszközökkel felszerelve, és a képviselőtestület döntött azoknak a fiataloknak a személyéről, akik ezekben a lakásokban a pályázat alapján bérleti jogviszonyt létesíthetnek. Ők pedig a következők. Jordán János és Misurda Nikoletta, ők a Szentesi út 11 C-lépcsőház első emelet 3 szám alatti bérlakást kapják meg. Gergulics Viktória Judit és Takács János, ők a A-lépcsőház, tehát mindegyik a Szentesi utca 11-ben van, az A-lépcsőház első emelet 3. szám alatti bérlakást, Mauráné Garagúj Katalin és Maurá Károly, valamint velük költöző gyermekük, ők a Szentesi 11, földszint 1 szám alatti lakásba költöznek. Janecskó István és Bielik Evelin a Szentesi 11 B lépcsőház első emelet 4 szám alatti lakásba, Gáspár Tamás B lépcsőház első emelet 3 szám alatti lakásba, Kovács Ferenc A lépcsőház második emelet 5 szám alatti bérlakásba, Sovány Pál Norbert A lépcsőház második emelet 6-os szám alatti lakás, Kuruc Szabolcs és Schuster Evelin a Szentesi utca 11 C lépcsőház első emelet 4-es szám alatti bérlakásba, Kovács Zsanett és Szabó Róbert B lépcsőház földszint 1-be, Arnóczki Andrea Beáta és gyermeke Benyó Zoltán, ők az A-lépcsőház földszint 2 szám alatti bérlakásba, Mézesné Valostyán Anita és Mézes Sándor, valamint gyermekük a C-lépcsőház földszint 1-be, Turák Norbert és Kun Ágnes a B-lépcsőház második emelet 5-be, Sallai Evelin a második emelet, B-lépcsőház második emelet 6 szám alatti bérlakásba, Kozák Csilla és Rácz László a Szentesi utca 11 C lépcsőház földszint 2-be, Dina Dávid A lépcsőház 1 emelet 4 alá, Borzi Balázs László második emelet, C lépcsőház második emelet 5-be, Laluska Balázsné és Laluska Balázs, valamint gyermekük a B lépcsőház földszint 2 szám alá, és Pavlovics Tímea pedig a C lépcsőház második emelet 6 szám alatti bérlakás alá bérlakásba lesznek jogosultak beköltözni az összevont bizottság, és később pedig a testület döntése alapján júniusban kerül sor egyébként. Az igen, hát az már itt lesz most. Gondolom, hogy erről egyébként igen. Itt már néhányszor esett igen. Szó, mert ezt örömmel újságoljuk, mint befejezett projektet. Egy hosszabb ideje terítéken levő kérdés a művelődési ház tetején levő antennatartó torony rendezése került sorra a hármas számú zártülésen. Itt az ajánlatra egy tovább, újabb ajánlattal éltünk, várjuk az Artstart BT választhat Budapestről ebben a kérdésben. Tehát most ők jönnek a válaszra. Nem, most ők jönnek a válaszra, aztán meg majd meglátjuk, mi lesz ennek a történetnek a vége. Hát kevésbé, számunkra kevésbé szórakoztató, mint másoknak, de igen. Végezzük hát a dolgunkat, ezt kell csinálnunk. Pontosan, így van. Nem örömmel, de csináljuk.
Antal Mihály és Demcsák Dávid fordult kérelemmel a képviselőtestülethez, hogy a sportpálya mögötti területen egy 5000 négyzetméteres terület részén egy úgynevezett paintball pályát szeretnének működtetni. Ugye ez a festéklövészet, igen. Igen, nagyon népszerű a fiatalok, de a nem annyira fiatalok körében is. 200 ezer forint bruttó évi bérleti díjat ajánlottak meg. Egyébként ők maguk is felajánlották, de egyébként is javasoltuk a testületnek, hogy úgy kössük meg, hogy a május 1-i rendezvénykor továbbra is biztosítanák a szükséges területet. Köszönöm szépen, hogy ezt főedző hozzátette nagyon gyorsan, mert pontosan ugye ezt korábban is, amikor úgy kiszivárgott innen-onnan, meg híre ment, hogy egy ilyen ragyogó kezdeményezés van, akkor megkérdezték már, hogy csak mi lesz a Wurstlinak a sorsa. Tehát ez május 1-én, ez... Május 1-én. Ez a szerződés egyik nagyon lényeges tartalmi eleme, a másik pedig az, hogy amikor a bérleti szerződés lejár, akkor ugyanabban az állapotban kell visszaadni, mint ahogy visszakaptuk. Igen, igen. Sok aggály merült fel egyébként azzal kapcsolatban, hogy ja Istenem, most akkor ki lesznek vágva, fák, bokrok, madárkák elrepülnek, minden. Nem. Semmiféle ilyennel nem járt. Tehát ilyen mobil... Pontosan. Ilyen mobil... akadályok lesznek, így tulajdonképpen, ami mögé el lehet bujkálni és egymást festékkel lövöldözni. Tehát csak az idősebbek kedvéért mondom el, mondja, hogy amióta ez érdekes, hogy mennyire divatba jött ország szerte, meg határokon túl, és ez egy trendi játék, egy hadi játék, és amióta nincs sorkatonaság kötelező jelenleg Magyarországon, azóta szerették meg a fiatalok. Hiába a fiúk vérében van, de a lányok is űzik ezt különben. Úgyhogy... Tehát a határozat pedig akként szól, hogy a két említett fiatal úr részére az önkormányzat 2019. június 1-től jövő év május 31-ig bruttó 200 000 forint per év bérleti díj ellenében birtokba adja. Igen. Területet, igen, és 3 hónapos indoklás nélküli felmondási időt kötöttünk ki. És legvégül pedig az 5-ös számú zártülésen képviselőtestületünk, hát hosszabb. Ahhoz képest, hogy a végén levettük napirendről a kérdést, nyilván ez azért egy hosszabb vitát igényelt, ez a régi Orosházi úti vasúti átjárónak a kérdése. Igen, hát ez fokos kérdés. Egyrészt azért, mert rettenetesen drága, tehát nagyon abból, amit drága, egyébként pályázati úton nyertünk, annak a duplájából jön ki, tehát ez azért ilyen ki közel 181 milliós plusz kiadást jelentene az önkormányzatnak. A jelenlegi megismételt eljárás igen. alapján is nagyon-nagyon-nagyon sokba kerül. És az igazság, hogy nem volt teljesen, hogy is mondjam, minden kártya a képviselőtestület előtt ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjon igen. hozni. Azért ezt meg kell vizsgálni közlekedésbiztonsági szempontból. Szó szerint. Tehát, hogyha az M44-es megépül, jogos a kérdés, hogy az megváltoztathatja akint a közlekedési struktúránkat, és voltak éppen ennek akkora jelentősége így ebben a formában nem lenne. Igen, igen. Meg kell nézni azt, hogy honnan lehetne még hozzá pénzt szerezni, mert tehát az, hogy erre az egy beruházásra elmenjen a város összes fejlesztési tartaléka, az enyhén szólva is felelőtlenség lenne. Ezt nyilván egy képviselőtestület mai napja, tehát ebben a helyzetben külön, de a mandátum a lejárta előtt 5 hónappal nem fogja bevállalni, hogy később áldassék az ő neve. Tehát úgy döntött a képviselőtestület, hogy ezeket az információkat még be kell szerezni, és legkésőbb május 27-ig ebben mindenféleképpen döntést kell egyébként hozni. Igen, igen, igen. Úgyhogy a közeljövőben egy rendkívüli testületülés is várható. Ezek voltak. Ezek voltak. Főjegyző úr, köszönjük szépen a tájékoztatást, kedves nézők, köszönjük megtisztelő figyelmüket, és akkor várjuk majd a ügyek folytatását.